gyerekek! Megérkeztek a katonazenészek! Hagyjon Isten jó napot, mondjuk! Isten áldás! Isten áldás! Na, gyönyörűen köszöntetek minket. Hát bemutatkozunk. Én vagyok Ervin bácsi, tanár bácsi. Hoztam az én hangszeremet, a gitárt. És van nekem egy különleges hangszerem még, ez a pengetős. Citera. És bemutatom a zenésztársamat. Én vagyok Árpád bácsi, a Daniel bácsi, aki hegedülni fog. Közben, amikor besorozzák a legényeket katonának, elviszik, akkor a ritmus hangszerre fogom ütni, a ritmus menetelnek a legények. Megmutatom a ritmus hangszer. Egy különleges hangszer, ütni kell. Ez úgy nevezik, hogy... ütő. Ütőgardon, az a neve. Ütőgardon, mondjuk? Ütőgardon. És fura hangja, van erős hangja, és itt így szól. Na, na hát akkor gyönyörű szépen fölöltöztetek ünneplőbe, és tettetek a mellettekre szép díszt. Mi ez? Kukába. Nézem a fiúk fején, mit látok? A lányok is. Gyönyörű szép tulipánt csináltak, meg karkötőt, úgyhogy minden dicséretet megérdemeltek. És akkor tedd le a zászlót, a tulipánt, nagy tapsol, énekeljük el a süsfelnapot rajta! Süsfelnap! Azt kívánjuk a legszebb magyar ünnepen, hogy süssön a napocska, fényesen, minden magyar ember. Azt énekeljük, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a magyarok meg ne fagyjanak. Mondjuk kertek alatt a magyarok meg ne. Tapsolj! Süss fel nap! A magyarok meg ne fagyjanak. Megünnepeljük a legszebb magyar nemzet ünnepet. Úgy szoktuk mondani, minek az ünnepe? És a forradalom. Tehát a forradalom és szabadsághoz, mondjuk? A forradalom és szabadsághoz ünnepe. Ti szoktatok megemlékezést tartani valami kávéházról. Hogy hívják azt? Pilvasz kávéház. Ott Pesten, a Pilvasz kávéházban gyülekeztek azok a bátor magyar férfiak, akik a pesti magyar forradalmat elindították. Ott volt a híres költő is, hogy hívta? És melyik napon történt ez a forradalom? Március 15-én. Arról szól az ünnepünk, hogy megemlékezünk a bátor magyar hősökről, mert nem engedték Magyarországnak, a magyar embereknek azt, hogy szabadságban éljenek, és boldogságban, mert idegen katonasság megtámadta az országot, és bántották a magyarokat. Ha nem fogadtak szót, bezárták őket, tudjátok hova. Ott csak adta szót fogadni, mit csináltak velük? Lelőtték őket. Kivégezték. Úgyhogy nagyon nagy szenvedés volt, nagyon sok baj volt, éhezés volt, nem volt mit tenni a gyerekeknek se. Ezért összefogtak a bátor magyar férfiak, és azt mondták, hogy szervezzünk erős magyar hadsereget, és zavarjuk ki az ellenséget az országból, az idegen katonaságot. Tehát, megkérdezem, ki volt az a kormányzó úr, a magyar szabadsághoz fővezére, akit szoktunk énekelni a nótában. Hogy hívták? Kossuth Lajos, mondjuk? Kossuth Lajos. El is énekeljük, hogy a bevonulásról énekeltük a nótáját, hogy Kossuth Lajos azt üzente... Elfogyott a regiment. Tudjátok, mi a regiment? Mi az a regiment? A regiment a katonaság, a hadsereg, és volt sok katonaságunk, sok hadseregünk.
És hogyha elfogyott a regiment, már majdnem, már kevés katona maradt a regimentben, akkor toborozni kellett, hívni kellett új katonákat otthonról. Hogy mindenki, aki bátor, álljon be katonának a magyar hadseregben, és fogjon fegyvert, és harcoljon a magyar szabadság. Hát erről szól a dal, hogy elfogyott a regimentünk már majdnem, gyertek ti is katonának otthonról. Na, akkor énekeljük el. Kossuth Lajos azt üzente,